Munkaértekezletet tartottak a Berzsenyi Dániel könyvtár dolgozóinak részvételével, ahol Nagy Éva igazgató beszámolt az elmúlt évben elért eredményekről. Kocka Tibor alpolgármester elmondta, a városban nagyon jó a könyvtár megítélése, szeretik az emberek, évente 420 ezer látogatója és több mint 700 rendezvénye van az intézménynek. Kiosztották a Berzsenyi könyvtárért díjat, amelyel minden évben négy dolgozó munkáját ismerik el. Ezúttal barátné Molnár Mónika igazgatóhelyettes, Szekér Tibor Gondnok és Waldinger Dóra könyvtáros vehette át a szakmai kitüntetést. A dolgozók szavazatai alapján pedig német Gabriella könyvkötő kapta a szimpátia díjat.